Az óvodások adták elő zené és táncos produkciójukat az Idősek Világnapja alkalmából Szederkényben. A résztvevők megtöltötték a település művelődési házát, ahol a vírushelyzet miatti egyéves kihagyás után újra összegyűlhettek a szépkorúak. Ebből az alkalomból köszöntötték a két legidősebb lakost, valamint több házaspárt is, akik aranylakodalmukat ünnepelhették az elmúlt időszakban. Egy nagyon nehéz időszakon vagyunk túl, ugye a családok, illetve a közösségi élet is megsínlette itt a járványhelyzetet, és most itt a nyáron, illetve ősszel, amikor itt a korlátozások egy picit enyhültek, próbáljuk kihasználni ezt az időszakot, és ezeket a kapcsolatokat újraépíteni, szorosabbra fűzni. A helyi nyugdíjas egyesület tartja össze az idősebb korosztályt. Jelenleg 160 taggal büszkelkedhetnek. Számos programot is szerveznek egész évben, a kirándulásoktól kezdve a színház látogatáson át az unokákkal közös időtöltésig. Sőt, több kreatív csoport is működik az egyesületen belül. Három kultúrcsoportja van az egyesületnek, egy tánckar, egy énekkar és egy színjátszócsoport. Most ebben a hónapban 4 vagy 5 helyen voltunk, ahol felléptünk például az Idősek Napja alkalmából. És ezen kívül nagyon sok egyéb programokat is szoktunk szervezni. Az eseményen részt vett a térség országgyűlési képviselője is. Hargitai János a térségben megvalósuló országos jelentőségű fejlesztésekről beszélt, de kiemelte a családtámogatások fontosságát, hiszen emiatt is fejlődhetett a település. Hozzátette, hogy minden civil szervezetet támogatott a kormány a Magyar Falu program keretein belül, így a nyugdíjasokat is, akiknek megkülönböztetett tisztelet jár. Hogyha az ország jól teljesít, már pedig most egy ilyen időszakot érünk, hogy a magyar gazdaság soha nem látott mértékben növekedik, akkor ebből a növekedési többletből célszerű és illik, törvény értelmében persze kötelező is juttatni az idősebb generációknak. Ezt a juttatást még idén megkapják az idősek, hiszen novemberben érkezik a nyugdíjprémium, de 2022 év elején nyugdíjkiegészítést is kapnak, tette hozzá a politikus. Hargitai János emlékeztetett, hogy az eddig nem látott gazdasági növekedésnek köszönhetően hamarosan a 13. havi nyugdíjat is újra bevezeti a kormány.